Tehát itt nem a kerítés van kolbászból, hanem a függöny van kolbászból. Ezek a búzakolbászok. Nagyapám Búza Vendel, aki 1923-ban alapította azt a hentes és mészáros üzemet. Egyébként ő állatkereskedő volt, tehát ő nagyon állathoz nem nyúlt, ő inkább piacra járt, kvaterkázott, ivott. Volt, amikor elkártyázott egy téglagyárat, de ez mindegy, ez a mi családi kis titkunk, ezt nem is szeretném nagyon kiadni. Kétfajta, két paprikás, csemeges csípős, csemeges csípős ez is. A külföldiek? Where are you from? Sweden. Sweden. Mi körülbelül olyan két évvel ezelőtt valahogy az a ötlet fogalmazódott meg a fejembe, hogy föl kellene eleveríteni ezt a régi családi tradíciót, elő kéne bányászni a régi receptúrákat, és ugyanazzal a technológiával, ugyanazzal a természetes és adalékanyagmentes technológiával és alapanyagokkal elkészíteni azokat a termékeket, amelyeket nagyapáink annak idején készítettek. How do you feel? How do you taste? Good? Yes, very good. Do you like the Hungarian sausages? Yes. Mi másfél év óta kísérletezünk, ugye nekem megvoltak a receptúrák, de azért azokat át kellett gondolni, hiszen azért a 100 évvel ezelőtti receptúrák egy picit ma már mások. Mások az alapanyagok, mások azok a fűszerek, amiket beletesznek, változott a technológia. Én gyerekkoromban még emlékszem rá, amikor a Balatonról hozták az óriási jégtömböket, és a jégverembe tették be a nagyapámék azokat a jégtömböket, amivel aztán tartósították a húst. Meg volt külön, volt egy 6 méter magas füstölünk, olyan sötét kormos volt, hogy az volt a büntetés, amikor játszottunk, hogy valaki rosszul játszottak, azt bezártuk oda. Mindenképpen legyezni a hiúságomat, ha mondjuk 10 vagy 15 év múlva azt mondanák, hogy a búza kolbászok azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon top kolbászok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy én most eldobtam a másik életemet, tehát az újságírói énemet, a műsorvezető énemet, hiszen azért én helyek közel még ezzel is foglalkozom. Utoljára, mikor szólaltam meg rádióba, hát azt nem tudom pontosan, tehát még a Danubius rádióban volt ez a Cappuccino-nál, de ugye onnan elég gyorsan kiszálltam, mert azt életem a Danubius rádiónak a programigazgatója. Aztán, amikor a Danubius rádióba lejöttem, akkor mentem a Magyar Rádióba, és a Petőfi rádiót álmodtuk meg ebben a formájában, ahogy most szól a Petőfi rádió. Az újságírás azért fontos része az életemnek, mert én turisztikai újságírással foglalkozom, tehát én viszonylag sokat utazom a világ minden pontjára, és ezekről írok élménybeszámolókat, akár a printnek, akár az elektronikus médiának. Különféle rendezvényeken vagyok, házigazda, nem azt mondom, házi asszony, de házigazda. Tehát azért fajta ez a kommunikáció, ez a kapcsolat a közönséggel, ez mindennapos és megvan. Vastagból csináljuk? Hát akkor vastagkolbászból csinálunk. Igen. Oké, és akkor tessék, így? Úgy. Igen. Száj felé. Száj felé van. Mint az ostját. Hihetetlen.